Hétfő reggel 19 játékossal elindult a DVD Cup bükkfürdőre, ahonnan kedd este Bécs érintésével utazik a csapat Máltára, az Európa Liga visszavágóra. A hosszú úton a Diósgyőrnek is szüksége volt egy kis pihenőre. Csirszky Martintól az egyik megálló helyen érdeklődtünk arról, hogyan telik számára a felkészülés. A saját felkészülésem úgy érzem nagyon jól halad, megpróbálok az edzéseken maximumot nyújtani, és úgy érzem, hogy fizikálisan és mentálisan is egyre jobb formába lendülök, és remélem, hogy ezt kamatoztatni fogom esetleg a következő szezonban, és hasznára lehetek a csapatnak. Picit vissza kellett nyerni a formádat, sikerült most arra, úgy érzed? Úgy gondolom, hogy hasznos mérkőzéseket játszottam az U21-ben is. Jó dolog volt, hogy vissza tudtam ilyen szinten építeni magamat, és muszáj volt folyamatos meccsterhelést kapnom ahhoz, hogy azok a régi dolgok, amik esetleg egy kicsit feledésbe merültek, visszajöjjenek, és úgy gondolom, hogy valóban ez az év most már egy jóval sikeresebb év lehet számomra. Megfigyeltem akár az edzőmérkőzéseken, akár az edzéseken, hogy nem félted a lábad. Tehát, mintha mi sem történt volna fejben, hogy lehet ezt feldolgozni, ezt a csúnya sérülést? Igazából már egyáltalán nincs is a tudatomban, tehát eszembe se jut se a mérkőzések előtt, se után, vagy esetleg rúgások pillanatában sem. Azért már elég régen volt, úgy érzem, tehát lassan másfél éve, vagyis már inkább több, mint másfél éve, és úgy gondolom, hogy teljes mértékben túl tudtam lendülni ezen a krízisen, és egyáltalán nincsen bennem semmiféle félsz. Milyen mérkőzésre számítasz? Nagyon nehéz mérkőzésre számítok, mert láthattuk a hazai mérkőzésen is, hogy labdaügyes játékosokból és kreatív játékosokból áll az ellenfél, akik egy nagyon kemény védekezésen alapul az egész fociuk, de úgy gondolom, hogy vannak olyan játékosaink elől a középpályán, akik meg tudják oldani ezt a feladatot, és úgy gondolom, hogy nyerni fogunk. Még egy dolog, a mester külön kiemelt téged a Tatran Prešov elleni mérkőzés után, hogy végre örül, hogy visszakaptunk téged, akkor gondolom te is örülsz, hogy újra itt vagy. Igen, a pozitív impulzusok mindig jó hatással vannak rám, és remélem, hogy folytatni tudom ezt a tendenciát, és nagyon örülök neki, hogy kiemelt, és remélem, hogy későbbiekben is sor kerülhet hasonló megemlítésekre. Isten hozott újra, Martin. Köszönöm szépen. Antal Botontól azt kérdeztük, hogyan látta belülről a múlt szombati meccset? Hát belülről mindig más, mint kívülről, aki is a nézőnek nézze a mérkőzést. Belül nehéz volt, mert ugye látszott a csapaton, hogy mindenki nagyon fáradt, mert ugye előtte is két edzés volt, ugye utaztunk ugye Debrecenben vissza, szóval egy komoly terelésen vagyunk túl, meg benne vagyunk, úgyhogy ez azért látszott a csapaton. Volt egy 11-es is. Igen, ez egy nehéz szituáció, hogy a játékos eltolta mellettem, hogy jöttem ki. Valószínűleg a saját védem ugye elesett a kezembe, és ahogy esett, szerintem ő lőtte fel. Bíró nem mondta, hogy miért ítél 11-es, úgyhogy szerintem az volt, de nem tudjuk pontosan, hogy ki is, hogy, vagy miért pontosan, miért csináltak. A Diósgyőr szurkolói majd megszokják, egyelőre talán csak hallhatták a hangod, hiszen ugye az zárkapus volt a mérkőzés, viszont ismét óriási hangerővel irányítottad a csapatot, nem csak a védelmet, hanem gyakorlatilag a középpályát és a csatárokat is. Ez jellemző lesz rád a tétmérkőzéseken, és esetleg még nagyobb hangerővel, mert ugye ott nyilván a közönség hangját is el kell majd nyomni. Hát igen, úgy gondolom, hogy ezt a kapusnak kutyakötelesség irányítani a csapatot, segíteni hátulra, mert ugye jobban látunk, mint a mezőjátékos, aki hátul van adott a pályán, úgyhogy mindenféleképpen ezt fogom alkalmazni. Amikor sokan vannak, akkor még meg kell próbálni még hangosabban. Hát nehéz ezt túlolítani a diósgyőri közönséget, de megpróbálom, hogy hallják a fiúk. Nem akarok sokáig feltartani, mert egy 6,5 órás út van mögöttünk. Neked van valamilyen technikád már ezekre a buszos utakra? Hogy férsz el egyáltalán? Hát igen, nagyon nehezen férek el, ugye szerencsére annyi azért könnyítés van, hogy két helyen ugye egy ember ül, úgyhogy oldalasan szoktam tenni a lábamat, azt a másik oldalra a Borigabihoz átlógatom, nem szól, úgyhogy így kelezve fekszek az üléseken. Játszottál Angliában is ugye egy 3 évet, ott hogy oldják meg a nagy távolságok leküzdését? Repülővel minden meccsre, vagy ott is vannak ilyen buszos utak? Vannak buszos utak is ugyanúgy, ott annyiban másabb a buszos, hogy négyen ülnek egymásra, kettő egymásra szemben van, a négyes boxok vannak, és ott azért kényelmesebb, közöttük van egy asztal, úgyhogy nagyobbak a buszok, nagyobbak a terek, úgyhogy könnyebben elférnek a játékosok. Van még hát egy olyan 3 napunk a
máltai mérkőzésig. Milyen munkát lehet elvégezni ez alatt a 2-3 nap alatt? Hát úgy gondolom, hogy most már jön majd a gyorsítás, a reflex gyakorlatok. Egyre közeledik, hogy az Európa Liga a mérkőzés, a bajnokság is, úgyhogy most már a technika és a taktikai dolgok jönnek előtérben. Úgyhogy Verő Gyuri bácsival erre készülünk, ezeket csináljuk most már, úgyhogy ebbe próbáljuk ki az a legjobbat. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen.